A szabadság földje. Szóltak, hogy a kuka nem lehet a ház előtt. Be kell húzni a garázsba. Hát itt végre hagynak bennünket élni. Ez a beton neki koszos. 178 dollár lesz a mosás. Ezek a mindennapjainkból merített valós példák, amik nagyon jól tükrözik, hogy milyen az élet az amerikai lakóközösségekben, lakóparkokban, mennyire különbözik attól, amilyennek a külső szemlélők elképzelik. Több szempontból valóban idillikus, hiszen a legtöbben rendre, tisztasságra, szépen gondozott környezetre vágynak. Vannak viszont hátrányai, negatívumai, kevésbé tetszetős elemei, akár még bosszantó, megmosolyogtató is. Úgyhogy ezeket állítom most párhuzamba az előnyökkel. És akkor a videó végére kiderül például az, hogy a saját házam falát átfesthetem-e más színűre. Ültethetek-e ilyen szép virágokat ide az előkertembe? És horgászhatok-e, ha már ilyen szép nagy tóra néz az otthonunk? Vagy mindenbe beleszólnak is, mindenhez engedélyt kell kérni? Most kiderül, hogy mi az ára annak, ha minden nap ilyen látképet szeretnénk. És az is, hogy kinek ideális, illetve kinek nem való egyáltalán az amerikai lakóparkos életforma. Kezdjük annak a tisztázásával, hogy ki az, aki beleszól a dolgokba, felállítja és betartatja a szabályokat, a közösségi együttélés szabályait. A Homeowner Association, vagyis HOA. Amikor ingatlant vásárolsz egy lakóparkban, akkor ennek a társulásnak a tagjává válsz. Vállalod, hogy betartod az előírt szabályokat és fizeted a közös költséget. És időnként vannak lakógyűlések, amikor felügyelőket választunk a lakók közül. Az HOA dolga fenntartani a rendet, tisztaságot, gondozottságot, a lakópark esztétikáját, és ezzel megőrizni az ott található ingatlanok értékét. Egyúttal szabályozni a lakóközösség viselkedését is, hogy ne legyen például lomos vagy túlhangos szomszéd, esetleg parkolási vita. Hogy mennyire kell komolyan venni a társulást és betartani a szabályokat? Ha valamit nem tartanál be közülük, mondjuk a tiltás ellenére egy rozsdás autót hagysz a kocsi feljáródon, és ezzel rontod a lakópark nívóját, akkor először csak felszólítanak, figyelmeztetnek. Ha tovább makacskodsz, akkor jöhet a pénzbírság, és akár be is perelhetnek. Erre akkor is számíthatsz, ha nem fizeted a közös költséget. Rendőrt csak akkor hívhatnak rád, ha például a felszólítás ellenére tovább száguldozol az autóddal, opera bömböltetéssel zavarod a szomszédokat, vagy mondjuk a megengedettnél több házi állatot tartasz. A lényeg tényleg az, hogy a lakóparkokban semmi olyat nem lehet, ami az ingatlanok értékének csökkenéséhez vezetne. Azért vannak a fenntartók, karbantartók, a szabályok és az odafigyelés, hogy minden rendben legyen. Vonzó, esztétikus és biztonságos maradjon a környezet. A jellemző település szerkezeti Dél-Floridában, tehát Miami agglomerációjában, hogy a kis és nagy települések összekapcsolódnak, szinte masszaként folynak egymásba, úgyhogy észre sem vesszük, amikor egyikből átmegyünk a másikba. Most például az egyik kisvároson belül haladok, és látjátok, jobbra-balra különféle kisebb-nagyobb lakóparkok vannak. Ezeket elválasztják bevásárlóövezetekkel, közintézményekkel, irodaparkokkal, autókereskedésekkel. A lakóövezetek mellett itt van a tűzoltóság, ez egy irodapark, kisebb helyi cégeké, ilyen a kultúr, vagy hát közösségi ház. És ez egy tipikus bevásárlóövezet, ahol mindenféle szolgáltatás elérhető az élelmiszer és ruhaüzletek mellett. Bank, posta, benzinkút, fodrász, étterem. A lakóparkok között elválasztásként vannak a közparkok is, sportlétesítményekkel és a természetvédelmi területek. A parkokban általában vannak játszóterek, sportpályák, ebben például lehet kosarazni, röplabdázni, teniszezni, fallabdázni, és vannak kihelyezve fitnessgépek. A kutyákat pedig elkerített részen lehet futtatni. De hát igazából mindegyik park mást kínál. Ugyanígy lakóparkokból is nagyon sokféle van. Társasházas, sorházas, négy lakás egyben, vagy önálló családi házas. Ez például egy mobil házas lakópark. Még mielőtt azt gondolnátok, hogy akkor ez biztos a szegényeké, hát van olyan is, de ebben például a snowbirdök laknak, vagyis azok a kanadaiak, akik télen leköltöznek Floridába, aztán hazamennek tavasszal.
Ezen a környéken egyébként úgy építenek lakóparkokat, hogy egy üres, hatalmas telket körbekerítenek, bent utcákat alakítanak ki, és azokban felhúznak akár több száz házat is. Ezek az óriás lakóparkok már szinte külön városrészek. Sokszor olyan nagyok, hogy több be- és kijáratuk is van. Például ebbe most itt behajtok, átmegyek nagyon sok utcán, és teljesen másik helyen hagyom el a lakóparkot. A mi lakóparkunk szerencsére nem ilyen nagy, csak 46 család él itt. És nekünk sorompós bejáratunk van. Ennél a másik lakóparknál már kapun kell áthajtani, és biztonsági őr ellenőrzi a belépőket. A lakókat persze nem, ők valamivel nyitják maguknak a kaput. Mi a sorompunkat ezzel a szerkezettel az autóból. Ez már itt egy nyitott lakópark, ahová szabadon behajthatok, nincs kapu. És itt jobbra rögtön lesz is egy park, ezt nem csak az itt élők használhatják, hanem bárki, mert hogy ez egy közpark, sportpályákkal, játszótérrel. A nyitott lakóparkokban nagyobb az átjárás, a zárt lakóparkok csendesebbek, azokban nincs nagy jövésmenés, igazából csak a lakók mozognak, és nekik is vannak a kényelmi szolgáltatások, például a medence használat. Ebben a nyitott lakóparkban a házaknál általában van medence. Ahogy elhaladok, mellettük látszik is a hálóval védett medencetér. Ez az állatok miatt is praktikus, nagyon népszerű Floridában, nem jönnek be a szúnyogok, meg hát semmi egyéb sem. Ebben a lakóparkban egyébként bérlők és tulajdonosok egyaránt laknak. De vannak olyanok is, ahol csak bérelhető ingatlanok vannak. Ez a társasház például ilyen. A bérelhető apartmanosoknál általában van helyben leasing iroda. Munkaidőben bent ül valaki. Ezekkel a golfkocsikkal körbevisznek és megmutatják a választható szabad lakásokat. És hogyha valamelyik megfelel nekünk, akkor itt helyben a leasing irodában intézkedhetünk. Ott kapjuk meg a bérleti szerződést. Ez már megint egy másféle, úgynevezett nyugdíjas lakópark, ahová csak az 55 évnél idősebbek költözhetnek be. Hozzájuk igazítják a nyújtott kényelmi szolgáltatásokat is, ez látszik a sportpályán is. Idősebbek körében népszerű játékokat helyeznek ki. És vannak a luxus lakóparkok is, az úgynevezett country clubok, amelyekben borsos áron, éves tagsági díjért cserébe például golfozási lehetőséget és egyéb prémium szolgáltatásokat nyújtanak. Gondoljatok bele, több mint 75 millióan élnek az Egyesült Államokban, lakóparkokban is fizetnek közös költséget. A legtöbben Floridában, Coloradóban és Vermontban. Ez a lakhatási forma a legkevésbé Mississippi államban népszerű. Az ott élők csupán 3%-a választja. Floridában a lakosság majdnem fele ilyen lakóközösségekben él. Oszlassuk el a legnagyobb tévhitet. Sokan ugye úgy gondolják, hogy csak a jó módúak engedhetik meg maguknak, hogy ilyen lakóparkokban éljenek. Sétáljunk akkor egyet ebben a rövid utcában, ahol több lakópark is van. Azt mutatom meg nektek, hogy a lakók mennyire eltérő vagyoni hátterűek. Elsőként itt van ez a sorompóval zárt lakópark, ahol valóban szép, nagy, 4-5 hálószobás ingatlanok vannak. A sok milliós luxustól még távol állnak, de úgy 700-800 ezer dollárba kerülnek. Csendes a lakópark, csupán 20 háza, de nincsenek kényelmi szolgáltatások. Nézzünk át a szomszédba, ahol kétszintes sorházi otthonok vannak, 3-4 hálószobával. 550-650 ezer dollárért árulják őket, itt már jóval több a lakó. De van biztonsági szolgálat, meg közös medence. Mellette egy másik társasházas lakópark, itt még többen laknak, ez az egyik legolcsóbb ebben a kisvárosban. Ezek a két-három hálószobás lakások 300-330 ezer dollárba kerülnek. Van medence, fitness és egy pici játszótér. Csupán egyetlen lakóparkot találtam ebben a városban, ahol az előbb látottnál olcsóbb lakások vannak, ez már tényleg az alsó határ. Ennél olcsóbb lakások csak nyugdíjas lakóparkokban elérhetőek. A nyugdíjas lakóparkokban azért olcsóbbak általában az ingatlanok, mert ott magasabb a közös költség, ugye a sok segítség, kényelmi szolgáltatás miatt. Például vannak olyan helyek, ahol busszal orvoshoz és bevásárolni viszik az időseket. Ebben a nem nyugdíjas lakóparkban, amit most megnézünk, többféle épülettípus van. Ez is elég gyakori, hogy lakóparkon belül társasházak és családi házak egyaránt vannak. Ebben az épületben egy két hálószobás lakás most 265 ezer dollárért eladó. A lakóparkban van medence, fitness és egy látszólag gyakran használt teniszpálya is.
Na most nézzetek szét kicsit. Szebb volt a növényzet ott, ahol a 700-800 ezer dolláros házak voltak? Nagyobb volt az odafigyelés? Szerintem nem. Csak az ingatlanok voltak magasabb értékűek. Ez egyébként a főház, a klubház, amit láttok, ott van a közös medence is. Tehát teljesen lényegtelen, hogy a jómódúak lakóparkját mutatom, vagy a munkás rétegét. A nívó, a tisztaság, a rendezettség mindenhol alap és garantált. A kétkezi munkásnak, az átlagembernek is nézhet tóra a lakása, és amikor hazaér, úszhat egyet a medencében. És ez az, ami sokakat megtéveszt, és azonnal átlag felettinek gondolják a lakóparkot. Floridában nem csak azért van ilyen sok tó, mert ugye egykoron ez a terület az Everglades része volt, tehát vizes élőhely, hanem a csapadékelvezetés, öntözés miatt is, és persze a védett madaraink miatt. Az odafigyelés tehát mindenhol megvan, ott is, ahol szerényebbek az ingatlanok. És akkor mondok még egy meglepő dolgot. Az első lakóparkban ezt az ingatlant most 710 ezer dollárért árulják. Közös költség 275 dollár havonta, mert nincs még egy közös használatú medence sem hozzá. A kislakás, amelynél utoljára jártunk, 265 ezer dollárért vehető meg. Közös költség hozzá viszont 530 dollár havonta, majdnem a duplája, mint amit a nagyháznál kell fizetni. Ennél ugyanis kényelmi szolgáltatások vannak. Medence, fitness, teniszpálya és klubház. Drágább az élet ebben a lakóparkban, mint ahol a luxus ingatlanok vannak. Épp fordítva gondolná és tippelné ugye mindenki? Ha valaki a lakóparki életformát választja, akkor az azt jelenti, hogy szereti a kényelmet. Meg tudja fizetni a kínált szolgáltatásokat. Olyan egyébként nincs, hogy valahol nem kell fizetni, mert ha nincs is medence, akkor van takarítás, épületkarbantartás, egyebek. Nézzük a számokat! Többnyire az a jellemző, hogy a családi házas lakóparkokban kevesebb a közös költség. Nagyjából 200-400 dollár havonta. A társasházaknál, lakásoknál, főleg ahol több a kényelmi szolgáltatás, általában 300-500 dollár körüli. Ha már vendégfogadóportás, saját postaszolgálat és egyéb extrák is vannak, elmehet 1000 dollárokig is. A közös költséget havonta vagy negyed évente kell fizetni. Ha bérlő vagy, akkor úgy tűnik, hogy nem kell fizetni közös költséget, de hát mindannyian tudjuk, hogy be van az azért építve a bérleti díjba. Ezen az ábrán látjátok, hogy egyes nagyvárosokban mennyi az átlagos havi közös költség. Az első három helyen van New York, Boston és San Francisco. De Miami-ban sem olcsó, ahol ráadásul alacsonyabbak a jövedelmek, mint az említett nagyvárosokban. Legyen még egy kis számolgatás. Aki nem készpénzes vásárló és hitelt vesz fel, annak a havi törlesztője a nagyháznál fixen, ingatlanadóval, biztosításokkal, mindennel együtt minimum 4500 dollárra jön ki. Ha egy hasonló ingatlant bérelne ezen a környéken, bőven 5000 dollár fölötti összeget kérnének el tőle. A kislakásnál 2000 dollár körüli összegre jön ki a havi hiteltörlesztő 30 évre fixen. És ebben benne van a nagy közös költség is. Hasonló ingatlan itt nagyjából ugyanennyiért, 2000 dollár körüli összegért bérelhető havonta. A lakóparkok rendezettségébe tehát nem nagyon lehet belekötni. Az pedig természetes, hogy azokon kívül szinte minden városban, a nagyobb városokban meg pláne vannak kevésbé frekventált részek. Olyanok is, ahol elhanyagoltabb, sőt veszélyesebb utcák is vannak. Ezeken a környékeken sokszor az iskolák is rosszabbak. De ilyen környéken is épülnek lakóparkok, a hely miatt azokban olcsóbban kínálják az ingatlanokat. Ugye a külföldiek helyismeret nélkül nagyon könnyen belefuthatnak egy ilyen nem túl jó vételbe. Visszatérve picit a település szerkezethez, tehát a dél-floridai városok elrendezéséhez. Erre a környékre itt a keleti parton nagyon jellemző, hogy az óceánparti részen gyönyörű villák, nagyon puccos ingatlanok sorakoznak. Elmozdulunk pár utcát befelé, tehát keletről nyugatra, és belefuthatunk pár nem túl barátságos, nevezzük nevén gettós környékbe. Akár olyanba is, amit ajánlott elkerülni. Majd nyugatabbra jönnek a csendesebb zöld környékek közeledve az Evergladeshez. Rengeteg lakóparkkal. Ezek biztonságosak, zöldek, rendezettek. Ilyenekben nézelődhettek most velem. A helyiek közül sokan azért kedvelik inkább ezt a részt, a hátsó kisvárosokat, mert ezek távol vannak a turistás helyektől, de hogyha mégis strandolni szeretnének, akkor 20 perc alatt az óceánhoz érnek autóval.
A lakópark lényege tehát, hogy összetereli a nagyjából azonos vagyoni helyzetben lévőket. Minden lakóparkban körülbelül azonos értékű ingatlanok vannak, és ezek kinézete, elosztása, stílusa is hasonló. Nincs olyan, hogy az egyik csicsás, a másik meg roskatag. Mert ez egyszerűen nem lehetséges egy lakóparkon belül, ami, mint mondtam, akár kisebb városnagyságú is lehet. Egy-egy amerikai lakópark területe akár egy európai falu méretével is vetekedhet. Mindig csak a terület van körbekerítve. Bent az ingatlanoknál legfeljebb a hátsó kertrész van leválasztva kerítéssel a kutyatartás miatt, meg azért is, hogy a szomszéd gyereke átsétálva még véletlenül se essen bele a medencébe. A be- és kijáratoknál akárhány is van, mindig fel van tüntetve a lakópark neve, általában eléggé impozánsan. Erre nagyon adnak. És még valami, ami szintén nagyon fontos. A kapunál, a kerítésen túl nem ér véget az élet. Nincs az, hogy kívül már a kutyát sem érdekli, hogy az utca hogy néz ki. Azt is gondozzák a kertészek. Mert ha ott gazos, elhanyagolt, szemetes, az a lakópark értékéből, nívójából veszel. Nem csak belül kell rendben lennie mindennek. Nézzük akkor a lakópark előnyeit. Kényelmes, mert más végzi el helyettünk a külső karbantartási munkákat, kertgondozást. Nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, főleg ahol sorompó, kapu, őr és kamera van. Nálunk például a kapunál kamera figyeli, hogy ki hajt be. A vendégeknek, idegeneknek, postásoknak, futároknak a belső sávban. Úgy tudják felnyitni a sorompót, ha tudják a kódot, amit persze nekünk kell megadni nekik. Jól karbantartottak és felszereltek a közös helyiségek, ha van, akkor a medencetér, a játszótér, a sportpályák, klubhelyiség is. Na persze, hogyha ezeket fel kell újítani, akkor a lakók között szétdobják a költséget. Ami rozsdásodik, törött, problémás, azt javítják, cserélik. Nálunk most a fák gyökérzete feltörte a betont, úgyhogy már megjelölték festékkel, hogy ki kell cserélni. Mosással tartják tisztán a járdákat, kocsi feljárókat és a tetőt is. Utóbbiak nincsenek ingyen, olyan céget küldenek, amely magas nyomású mosóval dolgozik. Bennünket most köteleztek a kocsi feljárónknak a lemosatására, 178 dollárunkba került. Ezen az éghajlaton az épületeket pár évente újra festik. Nálunk tavaly festettek mindent, a homlokzatot, ereszt, garázsajtót, bejárati ajtót is. Előírt színkód van, attól nem lehet eltérni. Fontos az egységesség, harmónia. Olyan nincs, hogy lilára festjük a házunkat, mert mondjuk nekünk azt tetszik. Akkor sem, hogyha tulajdonosok vagyunk. A kertészbrigád heti rendszerességgel gondozza a zöld területeket. Füvet nyírnak, szegélyvágóznak, összeszedik a száraz faleveleket, a sövényeket, bokrokat is rendbe teszik. Nagyobb viharok előtt, mondjuk amikor tudjuk, hogy hurrikán érkezik, akkor a fákat is ellenőrzik. A hiányzó mulcsot pedig pótolják. Kiürítik a kukákat, és a kutyásoknak raknak ki zacskókat. A vendégeknek van külön vendégparkoló, a rákcsáló és gyomírtás is fontos, ez is megvan oldva, tógondozás is van. Ellenőrzik a vízminőséget, algamentesítenek, időnként levágják a nádat. Csak kijelölt helyen lehet horgászni. Nálunk megengedett, és a szomszédaink azok nagyon nagy horgászok, úgyhogy a kisfiam néha hozzájuk szokott társulni. Főleg társasházaknál jellemző, hogy van autómosóállomás porszívóval és grillező piknik pavilonnal. A mi lakóparkunkban engedélyezik a grillezést, de gondolom, hogy azért, mert van hátsó kertünk. A teraszon letakarva tároljuk a grillezőt. Ha hurrikán jön, akkor mindent be kell vinni, az asztalokat, napernyőt, ágyakat, még a cserepes növényeket is. Egyes lakóparkokban vannak közösségi összejövetelek, programok, ami az összetartozás érzését adja. Táncestek, koktélozás, játékok, mozizás, főleg társasházaknál, nyugdíjas helyeken. Megvan szabva, hogy meddig lehet hangoskodni, úgyhogy attól nem kell tartani, hogy végtelen partikkal zavarnak, nem hagynak aludni a szomszédok. Amikor egyébként nálunk buli van, baráti összejövetel, akkor azt elég jól tolerálják a szomszédok, mert hát tudják, hogy nem egy gyakori dolog. Nincs minden hétvégén. Amúgy, ha problémád van bármivel vagy bárkivel, jelezheted a felügyelő szervezetnek. Kérheted a hétvégi flexezés beszüntetését is. A folyamatos gondozásnak, odafigyelésnek, rendezettségnek köszönhető, hogy a lakóparki lakások, családi házak úgy átlagosan 5-6%-kal érnek többet, mint az ugyanilyenek lakóparkon kívül.
ott, ahol nincs HOA, vagyis mindenről magadnak kell gondoskodni. Akkor ugye nem biztos, hogy hetente hívsz kertészt, hogyha nincs erre vonatkozó szabály. Na és akkor jöjjenek a hátrányok, derüljön ki végre, hogy kinek nem való a lakóparki élet. Például annak, aki nem szereti az egyhangúságot, vagyis unalmasnak találja azt. A lakóparkokra az egységesség jellemző, fontos a harmonikus, esztétikus látvány, ezért 2-3 háztípusnál többet nem húznak fel egy telken. Ezeknek pedig alig tér el a színük egymástól. Így aki az egyediségre szaval szeretne kitűnni a házával is, az inkább keresgéljen lakóparkon kívül, vagy építkezzen saját telken. Annak sem való a lakópark, aki nem bírja, hogy bizonyos dolgokban korlátozzák és szabályok közé van szorítva. Minden lakóparkban más szabályok vannak. Mondok néhány példát, hogy milyenek lehetnek. Akár megszabhatják, hogy mekkora lehet a fű magassága. De mint mondtam, ezzel nekünk nem kell foglalkozni. Elő van írva az is, hogy hány házi állatot tarthatsz és milyen fajtákat. Mondjuk megmondják, hogy csak 2 kutyád lehet és azok ne legyenek pitbullok. Nem tarthatsz disznót, csirkét sem. A lovasoknak például vannak külön lakóparkok, ahol a ház mellé istálló is jár, meg nagyon exkluzív helyeken még leszállópálya is, hogy tudjanak menni lovasversenyekre, a saját magángépükkel. Azt talán mondanom sem kell, hogy kutyát csak pórázzal lehet sétáltatni, és megbüntetnek, ha nem szeded fel a kutyagumit. Így is előfordul persze, hogy ott hagyják. Nem rendezhetem át a terepet. Ha észreveszik, hogy növényeket, bokrokat ültettem, szólhatnak, kiszedettethetik. Úgyhogy mi azt csináljuk, hogy nem ültetünk sehová, nem keressük a problémát, kisebb-nagyobb cserepekben tartjuk és gondozzuk a növényeinket. A komposztáláshoz szintén engedélyt kell kérni. Kerítés sem húzható pluszban sehová, nem keríthetem le például az előkertemet. Csak a hátsó udvar részen van kerítésünk. Mindenkinek egyforma, ugyanolyan színű. A tóhoz közeli rész közös terület, tehát körbe lehet járni, azt nem sajátíthatjuk ki. Ha bármit építenél, megváltoztatnál, akkor ahhoz is engedély kell. Akkor is, ha a terasz szeretnénk behálózni, vagy pergolát építenénk, cserélni szeretnénk a nyilászárókat, esetleg napelemben gondolkodunk. Napelem nem is minden tetőtípusnál lehet a hurrikánok miatt. Mi most azért kaptunk figyelmeztetést, mert kint hagytuk a kukát a garázs előtt. Nem szép látvány, és jönnek rá a vadállatok, például a mosómedvék. Keddenként és péntekenként kell egyébként kitenni a ház elé, és miután elment a kukás autó, szépen be kell húzni a garázsba. Keddenként még a lomot is ki lehet rakni, délutánra elviszik. Van egy-két extrém példa, hallottam olyan szigorúságról, hogy csak sötétedés után lehet kitenni a kukát, és 5 percnél tovább nem lehet nyitva a garázsajtó. Ezek ugyanis elrontják a látképet. Na, én biztos, hogy nem költöznék olyan lakóparkba, ahol ilyen szabályok vannak. Előfordult valahol, hogy előírták, milyen redőnyök, függönyök lehetnek az utca felé néző ablakokon. Csak a fehér zsalugátert engedték, mert hát fő a harmónia, az egységesség, az esztétikum. Megszabhatják összesen hány autót parkoltathatsz a feljáródon, és milyeneket. Sok helyen nem lehet céges, reklámfeliratos, nagyobb furgon. Társasházaknál ebből rengeteg gond van. Le kell takarni az ilyen furgonokat. Nálunk a házak előtt elég nagy feljárók, kocsi feljárók vannak, elég hosszú, és például az egyik szomszédunknál 5 autó áll esténként. Eddig még nem szóltak neki érte. Olyat is hallottam már, hogy valahol nem engedték a zászlók politikai üzenetek transzparensek kihelyezését, vagy a túl korai karácsonyi díszítést. Jó, ezek azért már elég extrém példák. Nagyon is sok helyen vannak mindenféle táblák kirakva, főleg választásokkor. És vannak lakóparkok, ahol a teregetés van tiltva, mivel a száradó zokni és gatya nem szép látvány. Floridában elvileg tilos tiltani a teregetést, tehát lehet teregetni. Csak nem sok értelme van ilyen éghajlaton. Akinek elzárt hátsó kertje van, meg tudja oldani, másoknak megmarad a szárítógép. A hátrányok ellenére a lakóparkok népszerűsége évről évre nő, persze az amerikaiak szeretik a kényelmet. Cserébe elviselik azt is, ha egy picit túl vannak a dolgok szabályozva. Nyilvánvaló, hogy vannak előnyei és hátrányai is a lakóparki életnek, és az is, hogy nem mindenkinek való. Remélem, hogy érdekesnek találtátok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!